A Kovászna megyei Ácsok által kifaragott Székelykapu a két település együttműködésének a jelképe, és minden magyar számára a határon innen és túl a nyitottságot és az összetartozást szimbolizálja. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a Székelykapu átadásán az egybegyűlteket Kis Miklós Zsolt, agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár. Egy ilyen Székelykapu átadásakor mindig a jelképeket keresünk, mit is jelképezhet egy ilyen Székelykapu. Azt gondolom, aki ismeri a magyarság történelmét, az pontosan tudja, hogy a magyarok azok a Kárpát-medencében milyen jelentős történelemmel bírnak, és bizony, bár annak ellenére, hogy a történelmünk kettészakított nemzeteket, kettészakított térségeket, ezt mi soha nem fogjuk felejteni, és azok a barátaink, testvéreink, akik Erdélyországban, jelen esetben Zágon településen élnek, azok a tarpaiakkal kiváló kapcsolatot ápolva nem felejtik a közös történelmet, és ezen a közös történelmen alapulva, a keresztény múltunkon alapulva megteremtik újra azokat a kapcsokat, amelyek eddig is ugyan összekötöttek minket, de egy ilyen kapuval akár egymás szívét is megnyitva, egymás lehetőségét is megnyitva újra fel tudjuk fedezni egymást. A testvér települési megállapodás ötletét a két község történelmi kötődése adta, hiszen Tarpa a rákóczi hagyományok ápolásáról híres, Zágon pedig Mikeskelemen szülőfaluja. Sok fárasztó éjszakán keresztül a képviselőtestülettel döntöttük el, hogy mi legyen az a szimbólum, amely ezt a két települést összekötheti, és ne csak egy száraz papír aláírása legyen a történetben, hanem valamilyen eseményhez, valamilyen indítóval kezdjük ezt a nagyon komoly szándékú együttműködési megállapodást, és ezért döntöttük úgy, és polgármester úr nagyon készséges volt, és az ágoniak is, hogy mi lenne, ha szimbolikusan fölállítanánk egy ilyen Székelykaput Tarpa központjába, főterébe, és így jutott a választás nyilván ennek a kultúrközpont főbejáratának a ékessége legyen ez a Székelykapu. A 12. alkalommal megtartott szilvanapokon két tarpai születésű lakos kitüntetést vehetett át helyben végzett értékteremtő munkájáért, Sesták Oszkártól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökétől.